Március 15-én Ederényben is megemlékeztek az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára. Először megkoszorúzták a forradalom emlékére állított kopjafát, majd a művelődési központban Molnár Oszkár Edelény polgármestere köszöntötte a megjelenteket. 1848 márciusa. Egy olyan időszak európai életében, amikor tulajdonképpen egész Európán tűz futott végig. Ez a tűz forradalom tüze volt. Az európai emberek, köztük mi magyarok, a szabadságunkért küzdöttünk, harcoltunk. És jó 150-170 év elteltével Európában ismét problémák vannak. Igaz, hogy kicsit más jellegű problémák, de valahol újra meg kell küzdenünk azért, hogy az európai kultúra, amely ezer éves, sőt több mint ezer éves múltra tekint vissza, ne sérüljön olyan mértékben, amely később helyrehozhatatlanná fog válni. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Demeter Zoltán, a térségországgyűlési képviselője. Minden nép kap a történelem kegyelméből egy-két-három esélyt, hogy a népek nagy családjában ne megtűr szegény rokonként, hanem édes testvérként fogadják. És 1848 ilyen esély volt. És ilyen esély a mostani is. Ezekkel a szavakkal fejezi be Ratkó József költő 1989. március 15-én ünnepi köszöntőjét. Végül Ján Holodnák, a szlovákiai Svidnik település polgármestere köszönte meg az edelények vendégszeretetét. Az eseményt az Edelényi Óvodások és Iskolások műsora zárta. Tisztán, hogy gyakran kívül.